Viszonylagos nyugalomban telt a szabadkai VKT csütörtöki ülése, amelyen összesen 9 napirendi pontról döntöttek a képviselők. Ennek egyike a Királyhalmi Általános Iskola udvarába tervezett Petőfi szobor állítása volt, amelynek ötletét és megvalósulását minden képviselő támogatta. Később Szabadka idegenforgalmi szervezetének idei évre vonatkozó működési tervét is megvitatták a jelenlévők. Itt a palicsi akvapark is reflektorfénybe került. Az ellenzék részéről kritikák fogalmazódtak meg a komplexummal és annak működésével kapcsolatban is. Egyebek mellett úgy vélik, hogy nagyon kevés látogatója van az akvaparknak. Ko prolazi pored akvaparka, ja eto prolazim često, vidi da je ispred akvaparka samo 5-6 automobila, verovatno su to automobili zaposleni. Bilo je pokušaj da se dobije broj posetilaca u akvaparku, jednostavno to je državna tajna koliko je posetilaca u akvaparku. A nyárias idő beköszöntével azonban gyorsan megváltozhat majd a helyzet, véli Kern Imre. Szabadka alpolgármestere szerint nem az lesz a kérdés, hogy lesz-e elég vendég az akvaparkban, hanem hogy bizonyos napokon lesz-e majd elég hely a látogatók fogadására. Nagyon fontos, hogy májusban, amikor már szép idő lesz, akkor megnyílnak a kültéri tartalmak is a látogatók előtt. Én azt hiszem, hogy például a csúszdapark az egyedülálló itt a környéken, legjobb csúszdaparkja lesz ennek az akvaparknak. A gyerekeknek számára is nagyon szép a tartalmak, de lesz kültéri élménymedence is, kültéri termálmedence, gyógyvízzel, és így tovább, tehát rengeteg új tartalom, kibővített tartalom lesz a polgárok, illetve a vendégek számára. Kern Imre hozzátette, az akvapark mellett egyéb palicsi fejlesztések is terben vannak. Szavai szerint másfél-két éven belül elkészülhet majd a tó felszínére tervezett úszómedence is.